Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben egy legendás időszak, legendás orvosait szólítjuk meg. Ma esti vendégem Solt István belgyógyász főorvos, tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat. Legendás időszakról beszélünk, és Pécsre kell, hogy ellátogassunk, hiszen abban a különös helyzetben vagyunk, hogy a Szent György Kórház fantasztikus orvosai közül négyen is egy gimnáziumban jártak, és ez nem volt más, mint a Nagy Lajos gimnázium, és onnét pedig egyenes útjuk vezetett a hivatás felé a Pécsi Orvostudomány Egyetemre. Kezdjük talán a gimnáziumi évekkel, hiszen ahhoz igenis kell tudatosság és elhivatottság, hogy valaki az orvosi pályát válassza, mert hogy gondolom én, hogy ahhoz tanulni kell, és elkötelezettnek lenni a későbbiek iránt. A gimnáziumban kiváló tanáraink voltak, a Pécsi Nagy Lajos gimnázium egy patinás gimnázium, és azokban a nehéz időkben is, hiszen mi 57-ben érettségiztünk, akkor is kiváló tanároktól volt alkalmunk tanulni, nem csak tanulni, életszemléletet nyerni, nevelődni. Ami a szakma szeretetét illeti, ebbe különösen segített bennünket biológia tanárunk, Sávai László, és hát csak egy adatot említenék abból a bizonyos negyedik A osztályból, amelyben én is jártam. 8 orvos nyerte el indítatását, és ezek közül, akiket a bevezetőben említett a kedves megszólítom, azok mind ugyanebbe a csapatba tartoznak. És összetartottunk, és mindannyian különböző szakirányba mentünk, de ez jól kiegészítette a tevékenységünket és a gondolatvilágunkat. Orvos úr egyenes útja vezetett át az egyetemre. De mi mindent lehetett ebben az időszakban megtanulni? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy olyan professzorok oktattak abban az időszakban, mint Romhányi professzor, Szentágotai, Lissák, Ernst, hadd ne soroljam tovább. Mit lehetett tőlük átvenni, megtanulni, azon túl, hogy az orvostudomány professzorai voltak természetesen? Őtőlük egy csodálatos szemléletet lehetett kapni az illető tudományágra vonatkozóan, és egy olyan indítatást, amely az emberben felkeltette az érdeklődést. Egy-két példát említek. Ez most aktuális példa talán, hogy ugye én végül is 64-ben végeztem. Nem olyan régen volt Karikó Katalinnal riport, aki a messenger RNS-ről beszélt, hiszen a messenger RNS a titka ennek a csodálatos vakcinának, amit ő felfedezett. A mi biológia professzorunk, aki Tigy Andrásnak hívtak, és történetesen véletlenül én ebben az intézetben diákkörösként dolgoztam is, már akkor foglalkozott a messenger RNS-sel, tehát mi korán meghallottuk, hogy ez van, akkor persze nem láttuk, hogy ebből ilyen csodálatos vakcina fog valaha születni. Folytathatnám Ernst Jenőt, aki a biofizikát tanította, aztán Lissák Kálmánt, aki az élettant, Csolnoki professzort, aki a kémiát, biokémiát, és az embernek mindig új világok nyíltak meg, amelyek óhatatlanul beleilleszkedtek az orvostudományba, és amiket aztán az ember remekül hasznosított. Külön megemlíteném Romhányi professzort. Romhányi professzor arról is nevezetes, ezt mi utólag tudtuk meg, akkor még nem tudtuk, mikor az előadásaira jártunk, hogy ő Fehér megye szülötte, de Száron született, és itt járt a mi székesfehérvári Ciszter gimnáziumunkba. Itt végzett, és aztán lett legendás kutató
és oktató egyéniség. A furcsa módon ő korbonztant patológiát tanított, de ebből a tárgyból merítettük leginkább azt a humanitást, ami az orvost át kell, hogy hassa mindenféle működésében. Mert olyan emberközpontú módon tudta előadni a sokszor fatális betegségeket, hogy az ember mélyen megrendülve örökké az emlékezetébe véste. Rományi professzor úr tiszteletére most is minden alkalommal megemlékezünk az ő emléktáblájánál, amit a mi orvoskamaránk helyezett itt el, és ennek a Rományi kuratóriumnak, ami arra hivatott, hogy a Rományi szellemében működő kollégákat valamilyen módon kiemelje, jutalmazza, erkölcsileg elismerje. Én most éppen elnöke vagyok. Igen, és mi is ott vagyunk mindig, és jó látni, hogy ott van ez a korosztály, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a Szent György Egyetemi és ott Oktatókórház olyan legyen, amilyen ma. Viszont még akkor ott tartunk, hogy ugye egyetemista, akinek előbb-utóbb szakirányt kell választania. Önnél ez hogy történt? Amikor végeztem, akkor rájöttem, hogy engem a legjobban az egész embert szintetizáló szakma érdekel. Tehát nem annyira egy részlet, hanem a belgyógyászat, mert akkoriban a belgyógyászat volt az, és ma is az tulajdonképpen, amely leginkább az egész embert próbálja feltárni annak a betegségének minden vonatkozását, még akkor is, ha az valamelyik egyedi szervrendszerre irányul. Később aztán, ugye egy későbbi érában, mert mi 64-ben végeztünk az egyetemen, és 69-ben szakvizsgáztam én belgyógyászatból. Később jöttek azok a rész szakma szakvizsgák, amelyek aztán a specialitást ismerték el egy-egy területen. Magam is utána még letettem a gasztroenterológiai szakvizsgát, bár tulajdonképpen amióta az egyetemen végeztem, és amelyik klinikára kerültem, a Hámori professzor által vezetett kettes számú belgyógyászati klinikára Pécset, rögtön belecsöppentem a gasztroenterológiába, és a belgyógyászat még egy területébe, a nefrológiába. A vesebetegségek és az emésztőszervi betegségek aztán egész életutamon elkísértek, megtanultam őket megfelelő mélységben, és aztán itt, amikor egy új rendszert kellett létrehozni, és ezeket a betegség gyógyító profilokat megvalósítani, óriási hasznát vettem. Főorvos úr, egy végzett orvos diplomával a zsebében az első munkahelyén mikor lesz orvos? Milyen ez a folyamat? Hiszen azt tudjuk, hogy az elmélet és a gyakorlat valamelyest azért különbözik. Önnél melyik volt a kulcspillanat? Ez érdekes dolog. Nyilván sokban függ a körülményektől. Végzésem után, mikor oda kerültem a kettes számú belgyógyászati klinikára, bizony így mondjuk mély vízbe dobtak. És hát reggeltől estig, akkoriban nem annyira tiszteltük a munkaidőt, hogy az 8-tól 4-ig tart, bent voltunk a klinikán, és foglalkoztunk a betegekkel. És miután alaposan kellett és felelősséggel kellett a betegek sorsát intézni, az ember így aztán elmélyült abban,
ami egy-egy kórkép megismerését jelentette. Utána kellett olvasni, meg kellett figyelni minden apró jelet. Én olyan értelemben szerencsés helyzetben voltam, vagy talán különleges helyzetben voltam, hogy egy klinikán 2 év után osztályt vezettem, és a professzor úr vizitelt felül időnként. Ez egy ritka lehetőség volt, és ritka elismerés is. Biztosan belejátszott az is, hogy hát orvos hiány akkor is volt. Pécs egy különleges helyzetben volt ebben az értelemben, hiszen a folyamatos fejlődés záloga ott volt a háttérben az egyetem, másik oldalról pedig azok a klinikák, ahol ön is dolgozott, fejleszthetőek voltak. Ez milyen hatással volt a szakmai pályafutására, hiszen tudjuk, hogy rövid idő után az Egyesített Egészségügyi Intézmény igazgatója lett. Hát ahhoz azért bő 10 év kellett, igen. És akkor is ez az egyetem felől történt, hogy az egyetem és a járóbeteg ellátás kapcsolata minél szorosabb legyen. Amíg a klinikán voltam, jószerivel nyitott voltam minden betegségre, amit az élet elém tett. És persze a fő profilom, hát a klinika profiljából adódóan is, elsősorban a gasztroenterológia és a nefrológia volt, de bizony foglalkoztam én tumorokkal, foglalkoztam szívgyógyászattal, ha úgy tetszik, diszekáló aorta aneurizmával, mindazt, amit az élet elém tett, feokromocitómával, akkor kezdtek kibontakozni az úgynevezett alfa-béta receptorai a szimpatikus zónának, és ezeknek a használatát korán elkezdtük ott, gyógyászati használatát is. A klinika fő profilja, és ebben vitathatatlanul Hámori professzor volt az iniciatíva, az a vérző, gyomor és emésztőtraktusi vérző betegek korai diagnosztikája volt, amely egy vadonat új szemléletet jelentett, az egész világon új szemléletet jelentett. És ez a bizonyos korai diagnosztika azt jelentette, hogy előtérbe került egy modern metodika, mégpedig az, hogy közvetlenül lássuk a betegséget okozó léziót, elváltozást a betegben, és ehhez pillanatok alatt kulcs metodikává vált akkoriban a japánok által kifejlesztett száloptikás endoszkópia, ami ugye azt jelentette, hogy egy hajlékony műszerrel meg lehetett közelíteni a gyomrot, látni lehetett a direkt módon a vérző helyet, akár a nyelőcsőben, akár a gyomorban, sőt 1972-től kezdve olyan műszereink lettek, amelyek már a nyombél vérző elváltozásait is megközelíthetővé tették. Ezek a duodenoszkópok, helyesebben pán endoszkópok, mert ezekkel ugye az egész felső emésztő traktust végig lehetett tekinteni. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés volt, amit azóta következetesen alkalmazunk, és ez világtendencia, hogy azonnal megállapítani, hogy honnan származik egy életet veszélyeztető vérzés, és azóta kifejlődtek azok a módszerek, amikkel endoszkópos úton ezeket akár csillapítani is lehet, ha úgy tetszik, ezek úgynevezett operatív endoszkópos módszerek, mert ugye nem állt meg az endoszkópia fejlődése, hanem egyre újabb lehetőségekkel bővül, amit én ugye
hát immáron 50 év távlatából szemlélek, sőt, gyakorlok is még mindig. Van. Azért 75 mindenképpen fontos dátum volt, hiszen akkor valósult meg az Egyetemi Központú Endoszkopos Laboratórium Pécset. És ez egy fontos pillanat. Viszont ami számunkra meghatározó, 5 esztendővel később 1980. Egy sikeres időszakot élt meg Pécsett. Egyenes útja volt, meredeken felfelé ívelő, tehát azt gondolhattuk, így jut utólag, hogy határa csillagos ég. Ehhez képest Kuhár Ferenc igazgató úr, főorvos úr meghívása, miként gondol vissza arra a pillanatra, amikor a meghívás elérkezett önhöz, Góglárpáthoz és a többiekhez? Hát ez egy új kihívás volt. Tehát úgy éreztük, hogy a pécsi körülmények között ezt a rendszert kifejlesztettük annyira, hogy ez már szépen és jól működik. Összekapcsoltuk a járóbeteg ellátás és az fekvőbeteg ellátás lehetőségei között működő endoszkópiát, amely ugye mindig a végső állomása volt annak, hogy megállapítsuk a betegséget. És hát ugye nem csak a vérző betegek irányába ment ez, hanem a daganatos betegek irányába. Talán még sokan visszaemlékeznek, hogy akkoriban indult Japánban, amely sajnálatos módon vezetett a gyomorrák megbetegedéssel, a világszerte vezetett, és ugye ők egy óriási szűrőprogramot szerveztek megfelelő technikával. Ez gyűrűzött be tulajdonképp mindenhova, nem csak Amerikába, Európába, és ezt mintáztuk egy kicsit, és itt is a járóbetegellátás és a fekvőbetegellátás kapcsolata egyfajta célzott szűréssel próbálta ezeket a kritikus betegeket kiemelni, megmenteni. Miután ez a rendszer jól működött, az endoszkópia egy központi, egyetemi, egyre bővülő, sok emberrel kezdett működni, kiváló munkatársak voltak, meg kell jegyeznem, megemlítem például dr. Rumi Györgyöt, aki velem kezdte a Hámori klinikán, aztán ő pedig Kaposváron lett főorvos, és körülbelül egy ugyanilyen rendszert alakított ki. Tehát kiváló munkatársakkal ott, hogy így mondjam, csúcsosodott ez a rendszer, és azt mondtuk, hogy ez most már működik, rendben van. Én személyemben persze egy 5 éven át összekapcsoltam a járóbeteg ellátást, említést nyert a kérdésben, hogy én igazgattam az Egyetemi Központi Laboratórium, Endoszkopos Laboratórium vezetése mellett a járóbeteg ellátást, és a két rendszert egymás közelébe hoztam, és közös célok érdekében tudtam mozgósítani. Miután úgy gondoltam, hogy egy új kihívás, egy szabad azt mondanom, akkor még ez egy kicsit szűz területnek látszott, és miután tudtam, hogy velem együtt kiváló tím alakul ki, amely nem csak szakmailag megfelelően lefedi a medicinát, a medicina minden területét, hanem még egy baráti tím is, ezért ez bizony elcsábított, hogy valahogy ezt ugyanígy megcsináljuk Fejér megyében. Milyen tervekkel érkeztek meg? Mit várt önöktől, Kuhár igazgató úr? Kuhár Ferenc tanújelét adta annak, hogy ő nagy terveket dédelget, és szeretné egyetemi szintre, az akkori egyetemi szintet megütve létrehozni és biztosítani a Fejér megyei ellátást. Itt is biztosítani azokat a szakmákat, amelyek a betegek számára olyan ellátást biztosítanak a belgyógyászaton belül,
mert említettem, hogy ugye egyre inkább profilgazdag lett a belgyógyászat. Kardiológia, aztán invazív kardiológia, nefrológia, gasztroenterológia, hepatológia. Tehát egyre több irányú lett a belgyógyászat, ami egyrészt speciális ráképzést igényelt azoktól, akik ezt művelték, másrészt pedig jól kiegészítették egymást. Született is egy szakvizsga rendszer, amely mindezeket a részszakmákat is elismerte. És mi igyekeztünk teljesíteni Kuhár Ferencnek azt az elképzelését, hogy itt valósuljon meg ez a gazdag betegellátási spektrum az legkorszerűbb formában. Ő maximálisan biztosította azokat a lehetőségeket, hogy megfelelő időben mindegyik rendszer megkapta azt az támogatást, elhelyezésbeli, anyagi lehetőséget, amivel ő ki tudta bontakoztatni ezt a magasabb szintű ellátást. Ugye én, mint említettem, két dolgot vállaltam. Egyrészt, hogy megcsinálom itt is a gasztroenterológia kulcsmetodikáját, a megfelelő szintű endoszkópos laboratóriumot, és ez volt a legelső tevékenységem, mert ugye ez egy nagy csapat, beteget érint, sok beteget érint, és sokan vonzódtak a téma után, és kiváló munkatársak csatlakoztak rögtön hozzám. Hogy csak egy-kettőt említsek, ez egy ismert név, két Székely nevű kollégám csatlakozott bizony ebbe a rendszerbe, mindjárt az elején, és hát azóta ők ezt kiválóan működnek, még most is velem együtt, sok új innovációval, és nagyon jól előre mozdítva ezt a rendszert. A másik nehéz téma volt, ugye a vesepótló kezeléseknek a megvalósítása. Ennek ugye két útja van, az egyik az, hogy a hashártyán át mossuk ki a nem működő vese által visszatartott, vagy rosszul működő vese által visszatartott méreganyagokat, ezt hívjuk peritoneális dialízisnek, hashártyán át történő dialízisnek, és hát a másik a hemodialízis, mikor a vért vezetjük ki megfelelő gépekbe, és a vért közvetlenül tisztítjuk meg speciális úgynevezett dializátorokkal, amelyek a méreganyagok kiszűrik a betegből. Ez az úgynevezett hemodialízis. Elsőnek a peritoneális dialízis valósult meg itt, mert ugye a másikhoz egy különálló állomást kellett építeni. És hát annak akkor még nem volt meg a helye. Ez a 80-as évek közepén, második felében született meg. Érdekes, hogy néha természeti csapások előmozdítanak ilyesmit. Talán 85 vagy 6-ban volt egy olyan iszonyatos tél itt Fehérváron, hogy az akkor még nagyon kevés, mert hogy a lehetőség szűk volt, dialízisre szoruló beteget, akik nem itt voltak hemodializálva, hanem Budapesten, a megyéből alig bírták összeszedni, és Budapestre felszállítani. Még a tankok is segítettek ebben, hogy kihozzák a betegeket valamilyen vértesi kis faluból. És ez egy olyan lökést adott, hogy na hát ilyen többet nem fordulhat elő, legyen Fehérváron igazából valósulja meg ez a hemodializáló központ, és akkor egy óriási társadalmi összefogással, amiben szeretném megemlíteni például a TS Szövetséget, amelynek akkor Dudar István volt egyébként az elnöke,
akik önzetlenül összeadtak sok-sok milliót ahhoz, hogy saját erőből a kórház műszaki gárdája, akit akkor Keresztes László vezetett éppen, kivitelezze ezt a dializáló állomást. Ez a Kikindai úton, a mostani orvosszálló, orvos-nővérszálló alatt valósult meg, ehhez meg a megyei elnök adott egy épületszárnyat az akkor nem kihasznált csecsemő otthonból. Ebben alakult meg az első dializáló állomás, nagyon sokat segítettek a nagyüzemek, könnyűfémű, Videoton, Ikarusz, gépeket vásároltak, és ez a berendezés, nyugodtan mondhatom, hogy társadalmi összefogásra született meg, végig ott tudtunk bábáskodni, ugye akkor ez egy ismeretlen műszaki feladat volt, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, precízen elkészültek a helységek, és ez a 80-as évek végétől egészen 2005-ig működött ott azon a helyen, egyre nagyobb kapacitással tevékenykedve. Az akkori érában ugye ez a privát szférába került országszerte, mert egy annyira költséges módszertan volt az egy-egy kezelésnek a kivitelezése, hogy ez végül is átkerült privát cégek szférájába. Akkor az Eurocare nevű cég, amely ma egy Braun, B. Braun nevű cég az utódja, és az végzi ezeket a kezeléseket, de országszerte különböző cégek, egy-két nagy cég intézi ezt mindenütt, és ezekkel kiváló az együttműködés. A második művese állomás, ez egy macskakörömben értendő, mert ezt dializáló állomásnak hívjuk igazából, de hát ez egy ilyen közismert bevett név. Ez a kórház területén valósult meg, és most is áldom a cégnek a rendkívül fogékony menedzser igazgatóját, Fabók Józsefet, sajnos már elvesztettük, aki megcsinálta azt, hogy a kórház területén, az általam megjelölt helyen oly módon építette meg ezt az új állomást, hogy építészetileg be van kapcsolva az osztályrészbe. Azt is szeretem azt mondani, ez egy kicsit fellengzős kifejezés, hogy mint a sóhajok hídja Velencében, ugye ez beköt a nefrológiai osztály felé. És hát ugye nagyon szerettük volna, hogy ezeknek a betegeknek minél kevesebbet kelljen mozogni, ne kelljen őket szállítani. Ez volt a Kikindai út nagy hátránya, hogy a központi épületből át kellett őket cipelni. És hát nem mindegy, hogy milyen idő van. De most már ez ugye fedett területen megvalósulhatott, és a nefrológiai osztály és a dialízis állomás között közvetlen kapcsolat valósult meg. Aztán ez akkorára nőtt, hogy időközben ugye egy önálló rendszerré vált, külön orvosgárdával, külön vezetéssel, leszakadt tulajdonképpen a kórházról, ami teljesen érthető, ez így van másutt is. Tehát ez egy rendkívül fontos lépcső volt mindenki. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépcső volt, és nagyon örülök annak, hogy ugyan én már ebbe az új állomásban nem tevékenykedtem, ebből az előbb elmondottakból kifolyólag, de
kezdeményezésemre sikerült még helyileg is pontosan azon a helyen létrehozni, ahol ezt terveztük, az Eurocare segítségével, még egyszer mondom, kiemelem a nevét, Fabók József igazgató segítségével. A lépcső pedig 10 esztendővel később köszönt be, értelemszerűen ugye a belgyógyászati osztály életében, és ez nem más, mint a hotelszárny megvalósulása. Erre már nagyon-nagyon sokáig, régóta vártak. Hát így van, ez egy másik vonal, mert ugye most a művese vonalat kísértük kvázi végig, és ez most 2005-tel zártuk, amikor átadták ezt az új állomást. De hát közben volt az osztálynak is egy nagy-nagy fejlődési periódusa, és hát a gasztroenterológiának magának, és ebben az 1995 egy mérföldkő. Azért mérföldkő, mert ugye a hosszú ideig üresen álló, szép, nagy, kívülről mindenki nézte, hoteltömb a maga 9 emeletével akkor került átadásra. És akkoriban egy olyan éra volt, hogy pillanatnyilag úgy tűnt, hogy ágy nem kell annyi, mint amennyi a hotelbe bele volt tervezve, és ezért a hotel egyik szárnyát magunk rendezhettük be, tervezhettük meg endoszkópos laboratóriumnak. Ez egy roppant értékes helyzet volt, mert ugye ez a földszinten valósult meg, járóbetegellátást is fogadott, és természetesen a kórház minden osztályáról, mindenek előtt a saját gasztroenterológiai osztályunkról, amely eredetileg vele szemben volt, ugyancsak a földszinten, onnan fogadta a legtöbb beteget. Mert ugye mi helyeztük el a vérző betegeket, és a kritikus gasztroenterológiai betegeket. Ez az időszak, abban az időszakban zajlott, amikor 5 belgyógyászati osztályra tagozódott a szakmák szerint a belgyógyászat, és ezt annak idején, amihez a nefrológiai profil és a gasztroenterológiai profil tartozott, 4-es belgyógyászatnak hívtuk. Tehát ez a 4-es belgyógyászat volt. Ez volt talán az én két szakmámnak a legjobban szervezett időszaka. Áttekinthető volt, az sem mindegy, hogy mi mekkora, mert már 150 ágyat nehéz áttekinteni. És áttekinthető volt, mindenkinek, mindenütt, minden részlegnek megvolt a maga felelőse, és jól működött. Aztán ez a struktúra, persze az endoszkópos laboratórium, amely nagyon speciális volt, és ezt is nagyon igényesen állítottuk össze, országban csodájára jártak, büszkélkedhetünk vele, hogy ez is saját tervezés volt, ez is ragyogóan működött, a legújabb időkben, néhány évvel ezelőtt épült most egy új endoszkópos laboratórium, és aztán az most más funkciókat kapott, az a helységcsoport többedik funkciója van, most éppen ideggyógyászat van benne. De hát ugye mi kárpotolva vagyunk egy még korszerűbb endoszkópos laboratóriummal, ez már most Izbéki professzor érája alatt valósult meg. A földszinti osztály részünknek a sorsa pedig hát beleolvadt egy új rendszerbe, mert egy egy megoldani való dolog maradt vissza,
Mégpedig az, hogy amikor terveződött az egész hotel, meg az egész ellátórendszer, akkor még nem volt ilyen súlyú sürgősségi ellátás. És a sürgősségi ellátásnak az intézmény kapujában kellett lenni. Én vérző szívvel, de megértettem az időknek a szavát, hogy akkor ezt az osztályrészt erre kell felhasználni, mert meg kell oldani a sürgősségi osztálynak a pozícióját, és az volt az első sürgősségi osztály. Aztán a sürgősségi osztály, és aztán ugye a szerves kapcsolatban a központi betegellátó intenzív osztállyal azóta sokszor az igényeknek megfelelően bővült, de ez volt a magja annak idején. Ez azt jelentette, hogy átstruktúrálódott, például mi fölkerültünk egy időben a 9., aztán a 8. szintre, annak egyik szárnyára, és hát ugye az intézmény adottságaiból kifolyólag az az elsőként belgyógyászatnak épült 4-szintes épület, amely most is belgyógyászati betegeket tartalmaz részben, Covid persze most mindent megkevert, mert mindent megkevert, és utána reumatológiától kezdve tüdőgyógyászatig most forrong, hogy mi hol lesz, és ugye majd csak az új bővülésnek a befejezése után kerülhet minden a végleges helyére. Ez fontos időszak volt mindenképpen, hiszen a belgyógyászat akkor szerveződött át, egyes-kettes belgyógyászattá, emellett ugye a megyei belgyógyász szakfelügyelő főorvos feladatait is ellátta. Ez azt gondolom, hogy ez közvetlenül nyugdíjba történő távozása után történt, de ugye nem feledhetjük, hogy továbbra is folytatta a munkát, hiszen a gasztroenterológia ambulancián, illetve az endoszkopos laboratóriumban továbbra is dolgozik, és azt hiszem, hogy ezt örömmel üdvözölhetjük. Viszont nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy az orvosi munkája mellett, azon túl is nagyon sok mindent tett, hiszen az orvosi kamara tagjaként, megyei alelnökként is dolgozott, illetve most is résztvevője az országos küldőgyűlésnek. Viszont amiről kérdezni szeretném, hogy azok a társaságok a jelen helyzetben, amelyeknek tagjai, nem sorolom fel, mert ez legalább 4-5 társaság, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak a magyar orvostársadalom életében, milyen jelentőséggel bírnak ma? A konkrét kérdésre válaszolva, ezek a társaságok most is rendkívüli jelentőséggel bírnak, és meghatározzák az adott szakma irányait, amelyeket ők képviselnek. Gondolok itt az egybeolvadt hipertónia és nefrológiai társaságra. Természetesen ezek a társaságok olyan módon felszerelkeztek, és olyan módon, olyan eszköztárral rendelkeznek, hogy tagjaikkal és tulajdonképpen az egész orvostársadalommal, mert ugye ők az adott szakmában iránymutatást adnak, online tudják tartani a kapcsolatot. Most is vannak rendezvények, fórumok, ha úgy tetszik, online kongresszusok is, amelyeken a szakma legújabb programjait tudják átadni. Egyet említettem, a hipertónia és nefrológiai társaságot, de ott van a másik fontos társaság, a gasztroenterológiai társaság. Ezek érzékenyen reagáltak a Covid időszakban is, és természetesen még azt is megvilágították a szakma alkalmazóinak, hogy a Covid járvány körülményei között
hogy vezessék például a terápiát, hogy vannak-e veszélyhelyzetek a COVID szempontjából. Tehát itt is megvan az online kapcsolat. Ugyanezt tudnám elmondani az onkológiai társaságra, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Tehát most is megvan az élő kapcsolat ezekkel, sőt, ezeknek a súlya, ha szabad azt mondanom, most még nagyobb, mert ugye a közvetlen összejövetelek azok most mintegy hiányoznak. Ami a saját munkámat illeti, ugye az most egy járóbeteg ellátó munkában való részvétel, beleértve az endoszkópiát is természetesen, és ebben nekem ezekre az itt kapott szempontokra, információkra ugyanúgy szükségem van, és ugyanúgy élvezem őket, és hozzájutok, mint aztán egymás között persze meg is beszéljük mindig a kollektívában, mint ahogy azelőtt is hozzájutottunk ehhez az információkhoz, csak akkor koncentráltabban egy-egy nagy kongresszuson többnyire, most pedig ezek online érkeznek. De ezekre nagy szükségünk van, és alkalmazunk a beteggyógyításban. Reméljük, hogy most a COVID-járvány mégiscsak szűnésével bizakodunk, hogy ez tényleg így lesz, egyre jobban teret kapnak azok a feladatok, amik bizony háttérbe kerültek a járvány időszaka alatt, tehát ugye például a népegészségügyi szűrés. Beszélgetésünk elején mondtam, hogy én még a gasztroenterológiai szakmámat a modern eszközökkel abban azzal kezdtem, hogy gyomorrákot szűrtünk. Ma rájöttünk, elmúlt egy pár évtized, amiket én végigláttam, végigműködtem, és ma nem ez a központi probléma, ma a vastagbélrák a központi probléma. És ma az emésztőszervi rákok közül a vastagbélrák szűrés a legjelentősebb népegészségügyi program. A hölgyek mama szűrése után, mint második szűrőprogram, a legjelentősebb, és hát nagyon-nagyon sok páciens életét menti meg, mert hiszen ez egy sajnálatos módon egyre jobban elterjedt rákforma. De korai diagnosztikával sokat tudunk tenni a gyógyítás érdekében. Főorvos úr, önnek, önöknek nagyon sokat köszönhet a Szent György Kórház, nagyon sokat köszönhet Székesfehérvár, az orvostársadalom általában, mi mindannyian. Én arra kérem, hogy fogalmazzon meg egy búcsú gondolatot, egy olyan gondolatsort, amelynek mentén megérthetjük mi is, ha eddig nem figyeltünk volna, hogy az, amit Pécsről elhozott és megvalósított, az mit jelent ma? Miként kell gondolnunk az elődökre, miként kell gondolnunk a mában és a jövőben önökre, akik elhozták ezt nekünk? Ebben a dologban nyilván nem lehet szugerálni a mai generációnak egyfajta viselkedés formát, de arról beszámolhatunk, hogy mi, akik ezt a rendszert itt megvalósítottuk, és talán országos visszajelzésekből megítélve nem is rosszul, elismeréseket kapva, úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos az elődök tisztelete. Én még mindig, és mi mindannyian, akik ebben részt vettünk, visszagondolunk
Romhányi György professzor úr nem csak szakmai, hanem etikai útmutatásaira, amelyek belénk ivódtak. Nem szégyellem bevallani, hogy oktatóimtól ezt a szemléletet megkaptam, és nagyon-nagyon őrzöm. Igazából szeretném, hogyha ez tovább élne. Ezért szervezzük ebben a megyében mindig a Romhányi professzor úrra való megemlékezést, amelynek ugye Száron is van, az ő szülőhelyén is egy centruma. És itt is létesítünk egy kuratórium által minden évben kiadott díjat, akikről úgy ítéljük meg, hogy Romhányi professzor úr szellemében dolgoztak. A másik, ami üzenet, hogy nem szabad soha elveszteni a lelkesedést. Az orvostudományban évtizedek alatt egy akkora fejlődést éltem meg, és élveztem. Úgy fogalmazhatom, hogy örömmel tölt el az, hogy új lehetőségeket alkalmazhatok, és ezekkel élhetek mind a diagnosztikában, mind a terápiában. Tehát maradjon meg az emberben az érdeklődés, a lelkesedés, az új iránti vonzalom. És Romhányi professzor úrtól megtanulva mindez nem öncélú, mindez az emberért van. És soha ne tévesszük el, akármilyen rész szakmát művelünk, és akár melyik beteg kicsi problémájával, rész problémájával foglalkozunk, hogy mögötte egy ember van, egy egész ember, és mindig valamilyen módon azt próbáljuk meg megközelíteni és segíteni. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm önöknek is a figyelmet, vendégünk Solt István főorvos úr nevében is. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra.